Négy erdélyi városban is megszólaltatta a róla elnevezett saját fejlesztésű csodazongorát Bogányi Gergely Kossuth Díjas zongoraművész. A jótékonysági koncertkörúton összegyűlt adományokat a Kükkülőmenti falvakban élő magyar gyermekek bentlakásos oktatási központjának ajánlotta fel. Teltházas közönség előtt első alkalommal csendült fel Nagyváradon Beethoven Hammerklavier szonátája. A művész bevallása szerint a Kárpát-medencei zongora bemutató turné szakmai életének kiemelkedő állomása, ezért változatos zenei anyaggal készült. A Nagyváradi Filharmóniában Bogányi Gergely Beethoven és Liszt remek művekkel kápráztatta el a klasszikus zene rajongóit. Tudjuk, hogy annak idején Liszt Ferenc számos jótékonysági hangversenyt adott a magyar állam javára, és ennek nyomdokaiban most egy olyan zongoraművészt hallhatunk, aki az ő művészetét az általa megalkotott Bogányi zongorát bemutathatja, és ezáltal gyűjthet, jótékonykodhat és segíthet más embereken. Bogányi Gergely fontosnak tartja, hogy a magyar tervezésű és építésű hangszert bemutassa nem csak az anyaországban, hanem a külhoni területeken is. Így szeretne hálát adni a monumentális munka támogatásáért. Ebben a mostani világunkban ugye szerintem rendkívüli érték az, hogyha van kapaszkodónk, van jövő, van érték, van kultúra. És a zongora, mint ahogy az elmúlt néhány száz évben egyfajta ikonikus tárgya lett az európai kultúrának, és most ugye ennek az újjáéledésének vagyunk a szemtanúi. Az Erdély turné az 1956-os forradalomhoz is kötődik. A szabadságharc 60. évfordulója különösképpen hangsúlyos Erdélyben és a szabadságra vágyó ifjak szervezetének városában, Nagyváradon. A különleges hangzású karbon kompozit zongora magyar mérnökök segítségével 7 évig készült. Megalkotásakor nem a neves zongoragyártókkal való versengés volt a mozgatórugó, hanem a kristálytiszta egyenletes hangminőség, amelyet sem a levegő magas páratartalma, sem szárassága nem befolyásol. A zongorát a koncert végén a nagyváradi közönség közelről is megtekinthette, akár ki is próbálhatta. A legtöbben most látták és hallották először, de akadtak zenerajongók, akik Magyarországon már megcsodálhatták a hangszert. Az én fiam is zongorista, és volt lehetősége ezen a zongorán játszani, és nagyon tetszett neki, és nagyon jól szólt ez a zongora, és örülök neki, hogy itt van. A nagyváradi koncert bevételéből a Magyar Lapádi Szórvány Kollégium működését támogatják. Ez a Kükkülőmenti magyar gyermekek legfontosabb bentlakásos oktatási központja. Hát fontos az ő munkájuk, a kollégium munkájuk, munkája fontos a mi adományunk, hiszen ezek a gyerekek az anyanyelvükön magyarul tanulhatnak, egy hagyományőrző közegbe kerülve ezáltal. Bogányi Gergely erdélyi turnéja egy ingyenes és karitatív Kárpát-medencei zongora bemutató körút kezdete. A világ hangversenytermeinek ma már egyik legkedveltebb művésze legközelebb Szabadkán lép fel.